A gyümölcsös kultúrákban az elmúlt napok csapadékos időjárása, amely sok helyen jégesővel is párosult, néhány betegség esetében nagyon kedvező körülményeket teremtett a kórokozók számára. Ilyen a erbíniás tűzelhalás, ami az almás termésű növényeket károsítja elsősorban. Most legnagyobb veszélybe a bírsalma van, de ugyanúgy károsítja az almát, a körtét, a naspolyát, és még számos almás termésű dísznövény, például a tűztövist, a madárbírset is. Ezeken a, ez a baktérium kórokozó ilyen hirtelen hervadásszerű tüneteket okoz, azért is hívják a betegséget tűzelhalásnak, mert ilyen ágrészek egyik pillanatra a másikra elhalnak. Most nagyon aktuális ezekben a növénykultúrákban az ellene való védekezés. Abban az esetben, ha elkéstünk a permetezéssel, akkor már csak mechanikai úton tudunk ellene védekezni, amikor is metszőollóval a fertőzött rész kétszeresét le kell, hogy vágjuk a ágakról. Számolni kell a lisztharmat fertőzéssel, az almafavarasodással, illetve a kártevők közül folyamatosan rajzik az alma majd továbbra is, egészen április óta. Nagyon nem lehet elkülöníteni az egyes nemzedékeket, folyamatosan szükséges ellene a védekezés. A körtében ugyanígy kell tenni a körtemoly ellen, mert az is most rajzik. Cseresznye is megy ültetvényekben, a esők hatására felerősödött a antraknózis betegség. Ha nem védekezünk időben ellen, akkor a teljes termést képes tönkretenni. Kajszinál gondolni kell most már a gnomónia fertőzésre, illetve a keleti gyümölcsmoly és a baraszkmoly szintén rajzófélben van, tehát szükséges az ellenük való folyamatos védekezés is. Szilvában a levéltetvek károsítják folyamatosan és erősödő mértékben a hajtás végeket, emellett pedig a moly második nemzedéke is rajzik már, Emiatt ellene is szükséges a védekezés, mert a gyümölcsök már olyan 50%-os gyümölcsnagyságnál járnak növekedésben bogyósoknál kezd érni a málna, a ribizke, a közméte, Itt már a fellépő betegségek és kártevők ellen csak az élelmezés egészségügyi várakozási idők figyelembevételével lehet a védekezést megkezdeni. Diónál, az almánál említett almamoly szokott kártételt okozni, berágva a kemény burokréteg alá, ott károsítja a bél, és emiatt teszi tönkre a termést. Emellett egyre nagyobb számban jelennek meg a leveleken a szemölcsös és a nemezes gubacsatkának a tünetei, tehát atkaölőszerrel is indokolt a védekezés ahhoz, hogy ne károsodjanak nagy mértékben a levelek. Betegségek közül a diónál még meg kell említeni a gnomóniás és a baktériumos levélfoltosságot, amelyek szintén károsítják a leveleket, súlyos esetben pedig átterjednek a termésre is, és a rászáradó héj miatt, a burok miatt tönkre a termést. Szőlőnél jelenleg szünetel a tarka szőlőmai rajzása, Emellett azonban oda kell figyelni a liszharmatos fertőzésre, a peronoszpórára, illetve mivel hogy most már a fürtök is szépen kifejlődtek, a szürkepenészes rothadás is veszélyezteti a kialakuló termést. Emellett figyelni kell arra, hogy az amerikai szőlőkabóca is megjelent az ültetvényekben, ami köztudottan karanténkárosító, ezt fokozottan ellenőrizni kell emiatt a gyümölcsösöket.